Mintegy 700 millió forintos fejlesztés előtt állhat apagy, az önkormányzata felkészülés időszakának tekinti a 2016-os évet. Gazdasági, energetikai és turisztikai fejlesztésekre is adtak be pályázatokat. A tervezés mellett beruházásokat fejeztek be idén, és a köztereket korszerűsítették. Befejeztük a szennyvíz beruházást, ami egy nagy gondolom beruházás volt. Ez áthozódott még 2015-ről, ez azzal is járt, hogy a településnek 95%-án portányított útépítése került sor. Ezt követően pedig, mivel a uniós források még nem érkeztek el ebbe az évben a településre, a pályázatokat készítettük elő, valamint a közmunkaprogram keretében nyílt arra a lehetőségünk, hogy palkosításokat, járdákat építsünk ki az utak mentén, illetve belvízelvezető csatornáknak a kiépítése zajlott. A településen idén 150 millió forintot fordítottak közmunkára, összesen 140 főnek biztosítottak így munkát. Az ő feladatuk volt egyebek mellett a filagória építés a sportpálya mellett, illetve szemét tároló faedényeket helyeztek el apogy több pontján, amelyeket helyben gyártottak. 2017-ben topos forrásokra számít a település, két pályázatot is beadtak. A hivatal épületét, valamint az idősek otthonát szeretnék korszerűsíteni. Nyilazzárók cseréjét, illetve hőszigetelési munkákat terveznek. A másik projekt a turizmus fellendítését szolgálja. Ebből a szempontból az apagyi horgásztó a központ. Erre 100 millió forintot szeretne költeni az önkormányzat. Ha a térséget tekintjük, akkor egy turisztikai csomagként a térségben vannak olyan turisztikai elérhetőségek, amire, amit a munkad is rá lehet fűzni. A tónak a látogatottsága igen kiemelkedő, körülbelül 6-7 ezer fő van évente, aki látogatja ezt a horgásztavat mi erre építjük a turisztikai fejlesztésünket is, és bízunk abban, hogy a környező településekkel együtt gondolva a turisztikai csomagként ezt tovább tudjuk értékesíteni és javítani. A túl a helyiek szerint apagy ékessége a régi időkben kenderáztatásra használták. Amikor a kender termesztés megszűnt, a tavat teljesen elhanyagolták, csak a leveleki víztározó megépítése után lett állandó vízszintje. A haltelepítés a 90-es években kezdődött, azóta folyamatosan nő a tó látogatottsága. Az önkormányzat, ha a forrást nyer a pályázaton, már jövőre elkezdi a turisztikai központ kiépítését.